Sziasztok, ez a Hajónapló YouTube csatornája, Dunai Misi vagyok. Mint azt talán már tudjátok és lassan megszokjátok, ez az a műsorunk, amelyben lehetőséget biztosítunk művészeinknek, előadóinknak, költőknek, íróknak a megjelenésre, hogy eljussanak hozzátok ezekben a nehezebb időkben. Ez nekik is jó, mert megjelenésük van, és nektek is jó, mert egy métert sem kell mennetek ahhoz, hogy eljusson hozzátok a kultúra. Maradjatok velünk! Horváth László Imre nem csak író, költő, hanem tanár is. A következő néhány percben érdekes gondolatokat fog megosztani velünk arról, hogy hogyan oldja meg a személyes találkozás nélküli tanítást is, illetve azt is, hogy hogy éli meg ő maga kívül és belül a járvány okozta különleges élethelyzeteket. Ezt követően pedig két saját művét is meghallgathatjátok, a Virrasztás és a Gyáva Ödipusz című műveit. Hallgassátok szeretettel! A különleges helyzet, ezt többféleképpen tud alkalmazkodni. Egyrészt én tanár vagyok, és online tanítást. Én ötödikeseket tanítok, és akkor most az iskolával szépen lassan már egészen belejöttünk, hogy videóórákat tartok meg. Különböző felületeken felvegyük a leckét, de hát ez persze nem egyáltalán nem olyan jó, mint bemenni egy osztályterembe és ott lenni. De reméljük, hogy minél hamarabb elmúlik ez az időszak. Mellette pedig hát nem tudom, igyekszek meglenni, megőrizni a nyugalmamat, és szoktam sétálni, tehát nem vedeszkbe barikádoztam magam egy lakásba, hanem tehát szoktam, és a feleségemmel élünk együtt, és szoktunk sétálni, néha elmegyünk boltba, olyan, mint hogyha minden nap vasárnap lenne, bár mondjuk dolgozni is kell nekem, mert szerkesztek, meg tanítok online, stb. Hát fura. Most arra érzem, így a harmadik, negyedik héten, hogy már nagyon kezd elegem lenni belőle, és eléggé várom, hogy visszaálljon minden a normális mederben. De hát ez a gondolom mindenki így van. Nem feltétlenül egy járvány kell az, hogy az ember tudjon koncentráltan dolgozni, persze. Egy alkotó embernek, főleg, hogyha pont az alkotó munkáját akarja csinálni, akkor mindenképp ki kell vakarni azt az időt, amit tud ezzel foglalkozni. Egyébként érdekes, hogy egy írónak mennyire konkrét az a mondás, hogy az idő pénz, mert igazából arról van szó, hogy valahogy a jövedelmet kell pótolni ahhoz, hogy idő szabaduljon fel mondjuk egy regény megírására. Erre van az ösztöndíjak például, vagy erre van a szervezés. Fiatalkoromban ezt úgy oldottam meg, hogy minimalizáltam a költségeimet, és én albérleti szobákban húztam ki. Hát most a járvány az tény, hogy sok idő felszabadult, mert hogy nem lehet az emberekkel találkozni, és az estéket is otthon tölti az ember, stb. De nem mondanám, hogy ez a határtalanul vidám alkotói időszak. Én nagyon nyelvszöveget létrehozni nem is nagyon tudom mostanában, inkább kutatok a következő regényemhez, meg szerkezgetek. Hát igazából munkát végzek, tehát egy konkrét ilyen irodalmi munkát, és nem feltétlenül az alkotó tevékenységet. Mindenképp, tehát az, hogy ilyen beteges igényem nincsen rá, tehát hogy az ember jó esetben magának próbál létrehozni művészeti alkotásokat, de nyilván nagyon fontos a visszajelzés is. Nekem tanítványaim vannak, pályakezdő írók, velük tartom Skype-on a kapcsolatot, hát a kollégáimmal ugye levelezünk, meg emberekkel Skype-on, például a kis diákjaimmal, akiket tanítok, ötödikesek velük, bár mondjuk nem a szakmáról szoktunk beszélgetni, mert igazából Petőfi tájleíró versei is végül is szakma, csak a maguk is cuki szintjén. Szóval, hogy ugyanúgy, mint más Skype-on, meg hasonlókon esetleg e-mailezünk, vagy szövegeket cserélünk, kommentárral, kritikával, ilyesmi. Nekem 7 hónapos feleségem van, vele vagyok otthon, szóval, hogy én egy kicsit jobban ki vagyok téve annak, hogy olyan nagyon ezt a karitatív dolog. Tehát, hogy én sok kevesebb kockázatot vállalok, inkább, mert nekünk úton van egy baba, és amikor megszületik júliusban, akkor is
nulla immunrendszer, nem vihetek az a járvány. Tehát szóval egy kicsit én ezt visszafogottabban csinálom. Minden ilyen kezdeményezésnek örülök, mint például ez is, hogy kulturális tartalmat hozunk létre, és akkor mondjuk, hogy aki kultúrára vágyik, kortárs kultúrára, az ezeket a videókat megnézheti, amit a Szálinger Balázsral csináltunk, és ma lesz pont 21-én től megnézhető, vagy amit a Lovasi Andrással beszélgetünk múlt hónapban. Ez. Hát érdekes dolog ez, hogy hát meg most, hogy a műalkotás mennyire, az ember igyekszik olyan műalkotást csinálni, ami mégis egy műalkotás, és az jobbá teszi az emberek életét, hogyha elolvassák ilyesmi, elég szorgalmasan dolgozom, hát nem klasszikus karitatív, de nagyra tartom azt, meg nagyon örülök neki, hogy rengeteg ilyen kezdeményezés van, és az emberek odafigyelnek egymásra is, és ezt csinálják. Nyilván ilyenkor az ember nyitottabb szemmel jár, és mondjuk nagyon érdekes akár egy ilyen kihalt A38 hajót látni, vagy ez a posztapokaliptikus hangulat, vagy hogy hogy reagál az emberek erre a hangulatra, vagy mondjuk történészként és regényíróként az, hogy ez nagyon hasonlít mondjuk egy háborúra, vagy hogy a háború közelít, és akkor ennek a részletei. Én mondjuk például most a Radnóti Miklós nének a naplóját, meg a Radnóti Miklós naplóját olvasom párhuzamosan, és ott is az, hogy hát nagyon érzékeny emberek írják le azt, hogy hogyan közeledik az apokalipszis napról napra, és aztán ahogy ott van, akkor is a mindennapok vannak. És amiről azt gondolja, hogy elviselhetetlen, végülis az is elviselhető egészen a végsőkig. Ez van, de közben meg nagyon látszik az, hogy igazából ez meg mégsem az. Azt én visszatetszőnek láttam, amikor az emberek ugyanúgy, ahogy szenvedélyesen mondjuk belevetik magukat a politikába, vagy elragadtatják magukat, és nagyon szélsőséges dolgokat gondolnak jelenségekről, és akkor olyan kifejezésekkel dobálóznak, hogy ez már háború, hogy ez már a végítélet, hogy ez már a világ vége. Ezt én visszatetszőnek gondolom, ez körülbelül olyan, mint egy Photoshopot, Facebook bejegyzést csinálni. Ilyenre nagyon sok példa van, hogy például ma is sétáltunk a feleségemmel, és hát ilyenek. Tehát, hogy vannak olyan emberek, akik ilyen ideggyengévé válnak az egész miatt. Biztos túl sokat olvassák a közösségi médiákat, meg ezt a rengeteg rémhírt. Mellette viszont ott a pozitívum is, hogy ilyenkor mindig kiderül, hogy sokkal jobban megőrzik a fegyelmüket az emberek, mint hogy azt gondolná. Általában úgy gondolunk a modern társadalomra, csak azért, mert nem vadászú, halászú, gyűjtögető, ilyen szívós ősemberek vagyunk, mint hogyha így ráfújnánk egyet, és összeesik, mint egy kártyavállalat, ez nem igaz. Az emberek hihetetlenül adaptívak, alkalmazkodóak, kreatívak, stb. És az is megnyilvánult, hogy nagyon meg tudják oldani, és hát meg fegyelmezettek, bármennyire is, ugye például akár a városi lakosságra mondják azt, hogy ilyen birkanyáj, de valójában igazából meg nem. Mert én emlékszem, hogy 2006 környékén volt az óriási vihar itt a tűzijáték kapcsán, és én pont ott voltam lent a Margit hídon, óriási tömegben. És hát elvileg azt gondolja az ember, ilyen nagy viharban, meg pánikban, tömeg agyon tapossa egymást, és egyáltalán nem ez volt. Nagyon fegyelmezetten mentek az emberek a szakadó esőbe és villámokba és minden között, úgyhogy nagyon félelmetes volt. Tehát egy ilyen milliós tömeg közepén voltunk, és mégis, meg fölre figyeltek egymásra, stb. Nagyon érdekes volt látni, hogy például ez a mítosz nem igaz, hogy a tömeg az így megőrül, és akkor eltapos, és stb. Legalábbis itt örülök neki, hogy mondjuk Magyarországon ez nem igaz. Bár általában nagyon túlszigorúak a magyarok, úgy általában magyar közvélemény saját magához, hogy itt ez a nép mennyire fegyelmezetlen, bezzeg a németnek, bezzeg a bárki, és ez nem igaz szerintem. Szerintem a magyar nép is fegyelmezett, és ilyen szépen csinálja a mindennapokat, és ez mondjuk, ez jó, ez imponáló, nagyon örülök. A művészetnek ugyanaz a haszna, mint mindig. Tehát hogy a művészet mindig az, ami Rilke ír, hogy változtasd meg életedet. Tehát hogy a művészet az mindig az, hogy ne két lábon járó állatok legyünk, akik jól tudnak gondolkodni, hanem annál többek, mert az ember annál több képzelőerő, érzelmek, meg minden. A művészet erről szól, a művészetet mindig kell fogyasztani, keresni, olvasni. Hát az ember, meg a másik ugye, ami a Delfói Jósdánban, hogy ismerd meg önmagadat, ahhoz a művészet segít. Tehát ugyanúgy, ha karantén van, vagy járványhelyzet, ha nincs, ugyanúgy olvassanak szép irodalmat,
Az nagyon rossz most, hogy hát ezt mindenki érzi, ugye a paradoxonok, hogy most felszabadul az idő, de jó lenne rokonokat látogatni, hát nem lehet. Most van időnk, de jó lenne, mert most elmehetnénk színházba, moziba, koncertekre, egyikre se lehet. Tehát a művészet, múzeumba se lehet menni. Tehát a művészet fogyasztásával nagyon sok mindent nem lehet csinálni. Hát filmművészetet lehet fogyasztani otthon, zenét lehet, én arra rá lehet kapcsolni, hogy egy kicsit komolyabban van időre olvasni lehet. Most le lehet porolni, tényleg most van idő a Varázshegyre, van idő a háború és békére, most tényleg nem lehet azt mondani, hogy hol lesz nekem időm. Kiszámíthatóan most van több hónap arra, hogy az ember napi 100 oldalt vidáman elolvasson egy ilyen nagy műből, és akkor megvan. És azért beemelni egy Thomas Mann Varázshegyet, egy Tolstoy háború és békét, Dostoyevszkij, ezeket a nagyreket, ezek nem véletlen van ilyen magas polcon a kultúrában, ezek így hozzáadnak az emberhez egy egész világon. Egyébként meg ráadásul közben rájön az ember, nem olyan veszélyes a szép irodalom, én amikor olvastam például mind a kettőt, de főleg a Varázshegynél éreztem azt, mert azt mostanában olvasom az utóbbi években, hogy olyan, mint egy jó sorozat, mondjuk az HBO. Tehát, hogy ott van, mint egy ilyen speciális sorozat, hogy ott van egy szabályok, gyönyörűen leírva, nagyon érdekes, és ilyenek a nagy regények. Tehát lényegében egy nagy regényt elolvasni, beemelni, és kicsit a gőg is, hogy akkor én ezt elolvasom, de mérhetetlenül, tényleg egy egész világot ad. Az olyan, mint technikailag, az időnk szempontjából olyan, mint hogyha megnéznénk egy sorozatból több évadot. És hát ugye a sorozat is olyan, hogy persze van, ami kikapcsol, de van az is, ami például, mit tudom, egy Black Mirror, amire oda kell figyelni, tehát az azért egy ilyen, az energia, meg az egy munka végignézni, de hát az is, mint minden művészetet fogyasztani. Hát szálljuk rá az időt most, hogyha ennyire így a nyakunkba öntötték. A Camus-nak a Pest is. Az egy alfa regény úgy általában is, meg hát így a Camus szépen megírta azt, hogy mi van egy, és hát az nem ez a fajta járvány, sokkal brutálisabb, hanem hogy az ember, tehát hogy tehát annál jobb dolgot járványról nem lehet írni. Nagyon a közönnyi eset, a Camus egy zseniálisan nagy, ő egy nagy író, és akkor megírta a nagy egzisztencialista kis regényét, ami olyan, mint a Hamlet, akkor a dobás, ugye a közöny, és akkor ott van a Pest is. Tehát, hogy aki tényleg egy veretes, ennek a csúcsát el akarja olvasni, az a Camus-től a Pest is olvassa. Nekem most így hirtelen nem is ugrik be más. Hát nyilván nagyon érdekes, hogy a Decameron, ami ugye a prózának meg a novellának a kezdete, az is úgy kezdődik, hogy a pestistől elmenekülnek, és egy elszigetelt helyen mesélnek történeteket egymásnak. De hát az érdekesség, az annyira nem kap szerepet. A Camus Pest is az konkrétan erről szól. A virrasztás. Nappal az időt nem lehet megfogni, de éjszaka igen, mert az éjszaka ragacsos. Az idő a testedre tapad, ha virrasztanod kell. Ha egyedül vagy, bárhol legyél, az éjszaka sokféle sötétjével, részleteivel, tereivel, tárgyaival, magányos császári palotájává alakul. Ha nem félsz tőle, boldog vagy, legalábbis elégedett. Ha eleget éltél hozzá, már nem teszel ezek közt különbséget. Örülsz, hogy van idő gondolkodni. Isten nem csak álomra vagy a test pihenésére teremtette az éjszakát. Ilyenkor lázadó angyal vagy, mint a kettesben lennétek, de biztosan kevesebben, mint nappal. Ez a fantasztikus üresség a legszebb arca és az idő testi közelsége, amivel mintha megérintene. Gondolkodj magadon, hiszen már régóta létezel, mint egy kavics, vagy mint egy hosszú életű állat, teknős, papagáj, elefánt, talán valami ismeretlen faj, amiről nem is gondolnád, csúszómászó, bogár vagy hal. Élő lény vagy történetekkel. Itt ülhetsz önmagaddal, akvárium ablakos szobád. Ha kinépsz belőle, az éjszaka fűszerkert. Élvezd az ítélet nélküli perceket, a titkos haladékot. A gyáva Ödipusz. És van egy mottója. Sok valami borzalmas, de az embernél nincs semmi borzalmasabb, Szofoklész. Minden, amit teszek, jobb királlyá tesz. Zárjátok be a kapukat, kettőz vagy inkább háromszoroz meg az őrséget.
A nép véleménye, mint a pest is, magát a népet ragadja el. Minket falak és őrök választanak el mindenféle kórtól. A járvány magától abba marad. Én magam nem vagyok beteg. Hogy apám gyilkosa ki volt, kiderült. A meghaltak helyébe majd új népet telepítek. Minden, amit teszek, jobb királlyá tesz. Szép nő a legszebb, anyám az áruló, a gyenge. Vágjátok le köteréről, temessétek sose látott virágzó pompával a város szeme előtt, hadd lássák áldozatomat, szenvedésemet. Ha elhagyom a trónt, két fiam testvérviszály öli meg, lányaim a hűségesek páriaként pusztulnak el. Pusztuljanak inkább idegenek. Minden, amit teszek, jobb királlyá tesz. Apámat idegenként öltem meg, forró fejjel, szinte véletlenül. Keresztutakon nincs törvény, csak a haladás parancsa. Ha tudom, ő az, apám, az áruló, aki egy rossz jóslat miatt csecsemőként meghalni kitett, átszúrva lábam, el ne meneküljek, így nyerve nevem, gúny nevet. Ha tudom, hogy apám, és tudom, mit tett velem, lassan élvezettel ölöm meg, bevallom, kissé csalódott vagyok, elvették bosszúmat, kigúnyoltak az istenek, hiszen ölésért ölést. Minden, amit teszek, jobb királlyá tesz. Anyám gyereklány lehetett akkoriban még, meggyűlölte apámat, aki később talán ezért utazgatott. Több gyerekük nem született. Mire Thébában értem, kezemen az idegen vérével, szemben a Kadmosz hegyével, számban minden megfejtéssel, egyetlen szóval, már elhanyagolt szépasszony volt, rám várt termékenysége virágzó pompájával. Fiatal férfire, aki erős, mint egy apagyilkos, valami újra, az életre, gyenge öreg férjek helyett, minden, amit teszek, jobb királlyá tesz. Senki se szerette így a feleségét, még az istenek közül se, hisz másnak a felesége idegen. Sokáig nem értettem, ma már tudom. Minden, amit teszek, jobb királlyá tesz. A trón maradt a szerelemből, csak a trón, mint gyermekeim hozzám, én ahhoz leszek hűséges, nagyszüleik sorsa is erre tanít. Mindegy, mi történik, a trón minket illet. Tovább kell élnem, a trón engem illet. Hogy király legyek, csak annyit mondtam, az ember. A Sphinx gyermetek kérdése nem érdekes. Az egyetlen válasz ez, és királlyá tett az emberek felett. És minden, amit teszek, csak jobb királlyá tesz.